Pénteken délelőtt már minden készen állt a kezdéshez. A szexuális sportcsarnokban már csak a csapatok stábjai, valamint a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség delegátjai léphettek be. Délután 5 órakor kezdődött a Final Four, vagyis a női kosárlabda Európa Kupa 4-es döntője. A délelőtt ezzel kapcsolatban megtartott sajtótájékoztatón Szabó Noémi, a szexuális KSC sportigazgatója azt mondta, hatalmas sportdiplomáciai siker, hogy egy ilyen rangos nemzetközi eseménynek a Tolnai megyeszékhelye adhat otthont. A KSC stábja 2 hete nyerte meg a rendezés jogát, amire a spanyol, az olasz és a francia csapatok városai is pályáztak. A KSC stábja az elmúlt napokat megfeszített szervező munkával töltötte. Bátra ki a szerencsé, és mertünk nagyot álmodni, és ez a hatalmas szeretet, meg munka, meg összefogás, ez kárpótol minket mindenért. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon magas színvonalon sikerült megszerveznünk az előkészületek tekintetében ezt a Final Four-t. Ács Rezső szexuális polgármester azt mondja, 5 évvel ezelőtt kezdte el kiemelten támogatni a városa a szexuális KSC-t. A Tolnai megyeszékhely vezetője szerint már akkor is olyan sikereket ért el a csapat és a játékosok, amik jó példaként szolgálhatnak a szexuális gyerekek és a fiatalok számára, ezért álltak a KSC mellé. Az a munka, amely elindult, az mindenféleképpen támogatható és visszaigazolta az elmúlt 5 év hála is ezt a gondolkodást. A szexádi csapat pénteken késő délután az olasz Velence együttesével mérkőzött meg, a döntőre vasárnap délután kerül sor.